Június 29-én ünnepélyes keretek között adták át a Rézgombosház beruházásának keretében felújított parkot, ami a Mária kert nevet kapta. Az Immakuláta szobor körüli, majdnem 3000 négyzetméteres terület elrendezése követi a régi főtér hagyományait, a sétautak szegélyéhez ültetett virágsorokkal és a nagy füves területekkel, ugyanakkor modern is, a teraszos tér kialakításnak köszönhetően. Az átadó ünnepségen Péterfi Csaba, a Gödöllői Értékvédő Közhasznú Egyesület alelnöke elmondta, hogy megőrizték és újra elültették azokat a rózsatöveket, amiket még a Mária szobor 2007-es felújítása kapcsán az Egyesület vezetésével a környékbeli lakosság telepített a szobor köré. Dr. Gémesi György polgármester ünnepi beszédében arra hívta fel a figyelmet, hogy a Magyar Szabadság napján üzenetértékű ez az átadó ünnepség. A magyar szabadságot nem csak kultúrával, nem csak sporttal, hiszen sportrendezvény is van, hanem lehet építéssel is ünnepelni. Lépésről lépésre igyekszünk fejleszteni a város központot, a város többi részét, és most megint egy olyan résszel gazdagodtunk, ami mindenki számára úgy gondolom, hogy öröm lesz, nem csak nézni, nem csak átmenni rajta, hanem akár leülni a padokra, elgondolkozni egy picit itt a Mária oszlop, a Mária szobor körül. A jeles alkalomból polgármesteri ezüstérmet vehetett át a Líra Flóra Kft. És az Attraktív Kert Kft. A városban végzett színvonalas munkájáért. Az ünnepélyes szallagátvágás előtt külön is megköszönték Pejhe József munkáját, amit sok esetben a lakosokkal együtt végzett az eddigi parkfenntartásban, és Szűcs Józsefnének, a Gödöllői Értékvédő Közhasznú Egyesület elnökének, akinek jelentős szerepe volt abban, hogy 2007-ben megkezdték a Mária oszlop környékének rendbetételét. A szallagátvágás után a Mária kertet Szecsődi Péter kanonok plébános szentelte fel.